Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Első hely, Tolna megyében szabta ki a legtöbb bírságot a Nébik tűzifa visszaélések miatt. Ítélet, börtönbe mehet a különös rabló. Játékfüggőség hivatalosan is mentális betegség lett. Hal és vadünnep, 34 esemény, 3 színpad, 20 koncert és 65 vásáros. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Tolna megyében szabta ki a legtöbb bírságot tavaly a Nébik illegális fakitermelés vagy forgalomba hozatal miatt, összesen 13 millió forintot. A hatóság és a rendőrség szakemberei gyakran közös munka eredményeként akadnak egy-egy illegális fakitermelés helyszínére, vagy olyan fatelepre, ahol nem legális helyről származó terméket árulnak. Halmokban állt a kivágott fa a Baranya megyei Selyei erdészetben. Ezeket a rönköket az erdőgazdaság munkatársai hordták ide. Korábban viszont rendszeresen ritkították az erdőt az illegális fatolvajok is. Itt kemény munkával sikerült megfékezni az ipari mértékű falopás sorozatot. A jó kapcsolat, az együttműködés, illetve az erdőgazdaságnak azok az erőfeszítései, amivel embereket vettünk fel azzal a céllal, hogy védjék az erdőt, az erdőben megtermelt faanyagot, annak köszönhető, hogy a falopások mára jelentős mértékben csökkentek. A fatolvajokra és az illegális tűzifaárusokra a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal szakemberei is vadásznak. Tavaly az általuk elkobzott faanyag már 130 kamiont tett ki. Ez 10-szer annyi, mint amennyinek 2017-ben bukkantak a nyomára. Baranyában közel 9 millió forint bírságot szabtak ki emiatt, Tolna megyében pedig még ennél is többet, 13 millió forintot. Az ország megyéi közül ez a két legmagasabb összeg. Nagyon sok esetben kapunk a lakosság részéről bejelentést illegális tűzifa kereskedelmi tevékenységről, vagy épp a lakossági fogyasztók megkárosításáról. Ezek alapján mi adminisztratív ellenőrzést végzünk, megpróbáljuk megtalálni ezeket az illegálisan működő tűzifaárus társaságokat. A rendőrség is folyamatosan kap el illegális fakitermelőket. A nyomozóknak is bőven adtak tavaly munkát az ilyen bűncselekmények elkövetői. Tolna megyében összesen 2018-ban 15 alkalommal indítottak büntetőeljárást falopás miatt. Ezek az esetek nagy részben szabálysértésre értékre elkövetett lopások voltak. Ez azt jelenti, hogy az ellopott fának az értéke nem haladta meg az 50 ezer forintot. Ha valaki nem kap számlát a megvett fához, vagy arra gyanakszik, hogy az nem legálisan lett kivágva, akkor a rendőrség mellett érdemes a Nébiket is értesíteni. A hivatal ehhez egy külön honlapot is működtet, ahol néhány kattintással meg lehet tenni a bejelentést. Részegen ment be a könyvtárba egy férfi, hogy internetezzen, de elaludt a WC-n, és mire felébredt, már bezárták az ajtókat. Törni zúzni kezdett, majd egy kis ablakot felfeszítve jutott ki. Nem ez volt az egyetlen különös bűncselekménye. Több szexádi tanyába is betört, és sok mindent magával vitt. Lisztet, cukrot, tányér és kanálkészletet is például. Mindent beismert, de egy pár gumicsizmára azt mondta, azt nem ő lopta el. A bíró viszont ettől függetlenül több mint 4 év börtönre ítélte. Felismerhető legyen, vagy ne ismerje föl senki magát. Hát, felismerhető. Nem engedte, hogy az arcát mutassuk, és a hangját is el kellett torzítanunk a férfinak, akinek még februárban kezdődött a 11 ügyben indult büntetőpere, főleg szexádi tanyákba tört be. A bíró akkor perceken keresztül olvasta fel, miket vitt magával, például láncfűrészt és villanyrezsót, de nem válogatott, volt, hogy tányér vagy kanálkészletet, lisztet és kristálycukrot is lopott. 10 kiló cukrot. A több tucatnyi tárgyat egyetlen kivétellel beismerte, egy pár gumicsizmára azt mondta, azt nem ő vitt el. Emiatt nem kapott akkor ítéletet, pedig az sokkal enyhébb lett volna, amire ezután számíthatott. A férfi több különös bűncselekményt is elkövetett. Egy alkalommal például részegen bement a könyvtárba internetezni, ám a mosdóban elaludt. Mire felébredt, már bezárták az ajtókat, azért törni-zúzni kezdett. Megpróbált kijutni a könyvtárba. Először az internetes szobán keresztül annak altaját rugdosta és benyomta, de nem sikerült kijutnia. Ezt követően a főbejáraton keresztül próbált kimenni, az ajtót kitörte, de a rácson keresztül nem jutott ki. Időközben a pénztár ablakát is betörte.
végül egy ablakot felfeszítve jutott ki. Ezt a bűncselekményt beismerte, a legsúlyosabbat viszont nem. Ez szerint itt a szekszárdi buszpályaudvar mellett rabolt ki egy fiatal fiút, a telefonját vette el. A vádlott ellen indult ügyekben most született ítélet. A bíró súlyosbító körülményként értékelte, hogy a sorozatbetöréseket és más bűncselekményeket is elkövető férfi korábban már volt büntetve. A járásbíróság a 21 éves vádlottat, mint különös visszaesőt, rablás büntette, két rendbeli kifosztás büntette, személyi szabadság megsértésének büntette, lopás büntette, öt rendbeli lopás vétsége, valamint rongálás vétsége miatt halmazati büntetésül 4 év 6 hónap börtönfokozatban végrehajtandó szabadságvesztésre és 5 évig közügyektől eltiltásra ítélte. Az ítélet egyelőre nem jogerős, mert az ügyész 3 nap gondolkodási időt kért. Az adózás volt az egyik legfajsúlyosabb kérdés a bonyhádi testületi ülésen. Az itt készült beszámolóból kiderült, a nyertes pályázatok révén közel 6 milliárd forint került a város kasszájába, amiből 26 projekt valósult meg. A város vagyona az elmúlt esztendőben 1 milliárd forinttal nőtt. A Bonyhád Város Önkormányzata költségvetése teljesített bevétele 4,7 milliárd forint volt, míg a kiadási oldalon 3,4 milliárd forint összegű kiadás merült fel. Nyilvánvalóan a különbözet az önkormányzat pénzkészletét év végén növelte, és ezzel a következő évi kiadások forrását is biztosította. 2018 adóügyi helyzete volt napirenden a bártaszéki testületi ülésen is. Az előterjesztés szerint javuló gazdasági potenciál és adómorál jellemezte a város lakóit és a gazdasági egységeket egyaránt. A tavalyi esztendőben összesen 300 millió forint adóbevétele volt bártaszéknek, 60 millió forint az iparűzési adóból származott. Mondhatni azt, hogy lényegesen több bevételünk származott, úgyhogy ennek nagyon örülünk, mi is. Mert hogy ugye az általunk beszedett adóból ugye tud az önkormányzat költekezni, tehát beruházásokat megvalósítani, intézményeket fenntartani. Betegség lett a játékfüggőség. A függőknél a játék, legyen az kártya, kaparós sorsjegy vagy videójáték, elsőbséget élvez az élet más területeivel szemben. Az egészségügyi világszervezet éppen ezen kényszeres viselkedés miatt sorolta ezt a függőséget a mentális zavarok közé. A szakemberek azt mondják, így több lehetőség nyílik a speciális kezelésekre. Szekszárdon is működött korábban pókerklub, aminek az akkori vezetője azt mondja, könnyen a rabjává lehet válni a szerencsejátéknak, ami gyakran párosul más függőséggel is. Olyat láttam, aki nagyon-nagyon durván volt függő. Tehát, hogy majdnem remegett a játékért, a pókerért. Szekszáron is vezetett pókertermet, és ő maga is sokat játszott. Gál Péter ismert olyan pókerest, aki eladta 1 millióért a tanyáját, és még aznap eljátszotta ezt az összeget. Többen nem is tudtak megállni a lejtőn, végül öngyilkosok lettek, mondja. Az első körben azt mondják, hogy a szerencsejátékosok 75%-ban nyernek, tehát a függők. Ugye az első körökben nyernek, majd utána pedig ezt az érzést, ezt az adrenalin többetet szeretnék visszakapni, és másnap is visszavennek. És ugye természetesen nem fognak mindig nyerni, úgyhogy ezáltal elkezdenek minden jobban lecsúszni. És a nagyon-nagyon függők, ők ezt a remegést, ezt a pókeres nyelven szoktuk mondani, ezt az adrenalin többetes remegést akarják visszaszerezni. Kálóci Andrea, a szekszárdi Révszenvedélybeteg segítő szolgálat vezetője több játékfüggővel került már kapcsolatba. Körükben gyakran tapasztalta azt, hogy nem csak a játéktól, hanem az alkoholtól is függtek. Ez a kényszeresség megvan-e? A munka, szabadidő, társas kapcsolatok rovására is játszik-e valaki? Akkor is játszik-e, amikor már tudja, hogy ez probléma? Tehát látja, hogy ennek a következménye egy pénzt veszít, hogy megromlanak a kapcsolatai, hogy ő rossz hírbe kerül, hogy tartozásai vannak. Vagyis a szenvedélybetegeknél a játék, legyen az póker, kaparós sorsjegy vagy videójáték, elsőbséget élvez az élet más területeivel szemben. Az egészségügyi világszervezet éppen ezen kényszeres viselkedés miatt sorolta a játékfüggőséget a mentális zavarok közé. A világszervezet új útmutatója, ami leírja a betegségek kódjait, jeleit, szimptomáit, várhatóan még az idén megjelenik, és azt a kutatók használják majd a betegség nyomon követéséhez és diagnosztizálásához. Szakemberek szerint ez azért is fontos, mert így több lehetőség nyílik a speciális kezelésekre.
Csökken a különbség a szekszárdi pünkösdi és a szüreti fesztivál méretei között, hangzott el a 4. hal és vadünnep sajtótájékoztatóján. Idén 4 nap alatt 34 produkciót láthat a közönség, és 65 kiállító árulja majd portékáját a vásáron. 4 évvel ezelőtt, amikor a város vezetése megkereste a vendéglátókerekasztalt azzal a kéréssel, hogy a pünkösdi fesztivált akkor nem túl jó állapotban valahogy keltsük életre, és magához vette a szervezés ötletét, és hal és vadünnepet álmodtunk meg ebből, akkor sokan legyintettek, hogy ez nem fog sikerülni. Azt gondolom, hogy az elmúlt időszak erre rácáfolt. Olyannyira, hogy ma már erősen szűkül az olló a pünkösd és a szület között, mondta Ács-Sezső polgármester a sajtótájékoztatón. Az idei évben összesen 34 program zajlik majd a 4 nap alatt. Azt gondolom, hogy 2 ilyen nagy rendezvény mindenféleképpen el fog bírni a város hosszú távon is, meg középtávon is. És ugye a másik, ami különlegessége volt ennek a fesztiválnak, az pedig, hogy most a gasztronómia került előtérbe, és a kísérők lettek a borok, tulajdonképpen még a születenapokon pont fordítva van. A tavalyi évhez hasonlóan ismét lesz sátor és borudvar, a szokott helyen működik majd a Vidámpark is. A programokról szólva Zsikó Zoltán, a Babics Kulturális Központ igazgatója azt mondta, a napközben a helyi csoportoké, míg az esték az országosan ismert fellépőké. Itt lesz a Margaret Island, itt lesznek a Hősök, itt lesz Fenyő Miklós és zenekara a Cotton Club Singers, és itt lesz, velünk lesz Márko Márkovics, tehát egy egészen széles spektrumon mozognak a egyébként nagyon magas színvonalú és minőségű fellépők. 65 vásáros árulja majd a portékáját, és lesz külön étkes udvar a Liszt Ferenc téren. Aki pedig az ingyenségekre vágyik, a Bilatéri sátorban találhat majd magának harapnivalót. Az idei hal és vadünnep különlegessége az angolna lesz. Gyereknapot tartottak a Kéti óvodában, az udvaron felállított ugrálóvárban nem csak a helyi ovisok, hanem a zombaiak és a felsőnánaiak is örömüket lelték. Két polgármester azt mondta, évek óta igyekeznek különböző meglepetésekkel készülni a kicsiknek. Egy ilyen kisebb dühöngő ketrecben játszottak az óvodások a Kéti intézményben. A gyermeknapot mindig május végén tartják, azonban az intézményben külön készülnek a kéti, zombai és felsőnánai óvodásoknak kisebb fajta meglepetésekkel, mondta el Kéty polgármestere. Mindig valami érdekességet próbálunk a kicsiknek összehozni, hogy ismerjenek meg különféle dolgokat, és hát ugye az idén is úgy gondoltuk, hogy valamivel egy valami nem szokványos dologgal rukkolunk elő. Az első ötlet az az volt, hogy egy mászófalat bérelünk nekik, viszont annak az a problémája, hogy ezeknek a pici gyerekeknek igazából nem biztos, hogy az akkor örömet okozott volna. A légvárat a rossz idő következtében nem sikerült felállítani, azonban a gyerekek ennek nem érezték hiányát. Ugyanúgy csúszdáztak abban a dühöngőben, amit az önkormányzattól kapott a két óvoda. Az óvónő szerint az óvodások a kisebb ketrec ellenére is jó élményekkel mehetnek haza a nap végén. A polgármesteri hivatal révén kaptuk ezt a dühöngőt. Ez nagyon újdonság a gyerekek számára, és úgy látom, nagyon nagy örömet okoz számukra. A gyerekeknek még egyéb meglepetésekkel is szolgálunk. A gyermekmosoly alapítvány jóvoltából kapnak kinti játékokat, kis fújókát, úgyhogy nagy örömmel fognak hazatérni szerintem. A két óvodában hagyománnyá vált, hogy minden évben különlegességekkel lepik meg a gyermekeket. A dühöngő ketrec mellett idén a megyei könyvtár szervezésében a Még királynő papírszínházas előadását tekinthették meg az óvodások. Majoson rendezik meg a Városi Gyereknapot a Bonyhádiak, azért, hogy az ott élők is érezzék, fontos részét képezik a városnak. Az eseményen országos csúcsot akarnak dönteni, a tervek szerint elkészül Magyarország leghosszabb palacsintája. Hosszú évek óta Bonyhád önkormányzata áll a Városi Gyereknap szervezése mögött, amit gesztusként évről évre Majoson rendeznek. Ennek oka a partnerség erősítése, mondta Filóni Ferenci Baja polgármester. Majos is Bonyhád része, ezért teljesen értelmetlen még egy külön városinak címkézett programot megszervezni itt Bonyhádon belül, mert ott is otthon vagyunk, együtt vagyunk, és a bonyhádi fiatalok ugyanúgy kilátogathatnak a majosi sportpályára is viszont, úgyhogy szerintem ez a nagyszerű kezdeményezés, amit nem megváltoztatni kell, hanem segíteni, és sokáig fenntartani ezt a szép hagyományt. Az idei esztendőben több partnere is van az önkormányzatnak a szervezésben.
Az igazi attrakció az a csúcskísérlet lesz, melynek sikere esetén a majosiak sütik majd az ország leghosszabb palacsintáját. 300 méter idején a célunk, 260 méterrel döntöttük meg a tavalyi rekordot Cegléden, és idén 2500 darab palacsintát szeretnénk elkészíteni ehhez. 500 liter palacsintatésztát kell hozzá bekeverni, és 20 ember fog dolgozni rajta, 10 fogják sütni kint a sátor alatt, illetve 10 fogjuk tekergetni 54 darab sorasztalon a palacsinta kígyót. 3 órányi ideje lesz a csúcsdöntőknek a palacsinta kígyó elkészítésére. A hivatalos mérés 17 órakor veszi kezdetét. Ha esik az eső, a csúcskísérlet elmarad, ám a gyerekeknek akkor is jár majd az édességből. Regionális hírekkel folytatjuk. Török kapcsolat és tapasztalatcsere. Pécsre látogattak legrégebbi testvérvárosuk képviselői. Határtalan Baranya. Erősítenék a turizmust a határ mindkét oldalán. Egyelőre nem veszélyes, de hordozhat vírusokat. A pécsi szúnyogokat vizsgálják a kutatók. Kütahja vezetői szakemberei látogattak Pécsre a héten, szerdán a sajtóképviselői előtt fogadta a török küldöttséget Páva Zsolt polgármester. A városvezető elmondta, kiváló kapcsolatokat ápol a város és a megye török partnereivel. Törökországi delegációt fogadtak a pécsi városházán szerdán. 1973 óta van testvérvárosi kapcsolatban Kütahija és a Baranyai megyeszékhely. Most a testvérvárosi kapcsolatok erősítését célzó EU-s projekt keretében látogattak Pécsre, hogy tapasztalatokat gyűjtsenek. Különösképpen Pécs városának a 2010-es Európai Kulturális Fővárosi címéből eredő tapasztalataiból szeretnénk meríteni. Kütahija alpolgármestere bejelentette, hogy meghívja Pécs vezetését a török városba. Bár Törökország nem tagja még az EU-nak, folyamatos tárgyalások folynak erről, de lehetősége van Kütahijának a címe elnyeréséhez. Ebben minden segítséget megkap Pécstől, mondja a polgármester. Minden harmadik évben az unión kívüli város kaphatja meg ezt a címet, tehát ők erre hajtanak, erre a címet, hogy így mondjam. És miután ugye Pécs ezt a címet már korábban birtokolta, úgy gondolták, hogy érdemes az itt egy tapasztalatokat felhasználni, és elépíteni az ő stratégiájukat, és ennek kapcsán van, hogy tehát a küldöttség sokan vannak, egy néhány főt meghaladó csoportról van szó, tehát különböző szakértők, különböző területeknek az ismerői. Páva Zsolt kiemelte, hogy kiválóak a diplomáciai kapcsolatai török partnereivel Pécsnek és Baranya megyének. A nálunk található törökkori emlékek, épületek feltárásában, bemutatásában a török állam is segíti térségünket. A baranyai értékek bemutatásával erősítenék a térség turisztikai vonzerejét magyar és horvát oldalon. Siklóson tartottak konferenciát arról, hogy milyen együttműködéseket alakíthatnak ki a két ország vállalkozásai, döntéshozói a cél érdekében. A Határtalan Baranya elnevezésű konferencián bemutatták a történelmi tájegység rejtett tartalékait is. Növényfajokat lehet látni, amelyek vagy fűszernövények, vagy gyógynövények. Egy előadás a Dunadráva Nemzeti Park látnivalóiról a Siklósi Várban. Itt találkoztak szerdán azok a döntéshozók, szakemberek, akik a baranyai terület turizmusát szeretnék erősíteni a határ mindkét oldalán, a Határtalan Baranya elnevezésű rendezvény keretében. A magyarországi és a horvátországi baranya olyan területeket képvisel gasztronómiai, nemzetiségi, kisebbségi szinten, amelyek nagyon fontosak a turizmus kialakításában, illetve ezeknek a régióknak a fejlődésében. Az Amerikából, Kínából érkező turisták minél több országba szeretnének eljutni, minél több élménnyel hazatérni. A baranyai terület mindkét oldala alkalmas erre, hiszen a hasonlóságok és mellettük a sokszínűség vonzó lehet a turistáknak. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Siklósi elnöksége szervezte a konferenciát. Szerintük csak egy-egy település, terület a célpontja ma a turistáknak, pedig Baranya sokkal több lehetőséget nyújt, összefogva például Horvátországgal. Itt van azért a történelmi Baranya Horvátországban is, és egy picit úgy gondolom, hogy ezt mi most elfelejtettük, vagy nem használjuk ki ennek az előnyeit. És ennek a konferencián pontosan az a célja, hogy egy picit más szemüvegen keresztül tekintsenek erre a régióra, és ne csak Harkány, Villány, Siklós ugorjon be, hanem automatikusan az eszékig a volt
baranyai, történelmi baranyai terület is. A konferencia célja volt így az is, hogy a vállalkozások kapcsolódási pontokat találjanak a baranyai turizmushoz. Így a határ mindkét oldaláról együttműködésre ösztönözve a gazdasági szereplőket. Nem állt meg, sőt, tovább növekszik a balatonparti ingatlanok ára. Még mindig az új építésű társasházi lakások a legkeresettebbek, de az önálló nyaralók, apartmanok árai is emelkedést mutatnak. A szakemberek azt tanácsolják, aki balatonparti ingatlan vásárlásán gondolkodik, az már most lépjen, mert egy-két éven belül akár 20%-kal is magasabb áron juthat lakáshoz a tópartján. Siófokon közvetlenül a tóparti területeken balatoni panorámával már nem nagyon találni eladó ingatlanokat. Ha vannak is, több 100 000 forinttal drágább négyzetméter áron, mintha az ember egy-két utcával feljebb keresgél. Itt az 1 millió forintos négyzetméter ár egy közvetlen vízparti panorámás lakásért nem elképzelhetetlen, sőt ez már a valóság, és a szakemberek elemzései alapján arra is számíthatunk, hogy akár 20%-ot is emelkedhet. Tehát a Balaton füredi kínálati árakat utolérheti ez a kínálati árfekvés 1 200 000 forintos négyzetméter áron realizálódva a nyár végéig a kereslet növekedéséből adódóan. A legtöbben még most is befektetési céllal vásárolnak ingatlanokat a szakértő szerint. A lakás megvétele után általában tartós bérletbe vagy a szezon idejére adják ki nyaralni, pihenni vágyók részére. A hozam átlagosan egy év alatt 7-8%, de elérheti akár a 10%-ot is, mivel a legtöbb lakás lakóingatlan, a hitel is könnyebben felvehető rá. Ilyen is lehet álmaink lakása. Egy mintalakásban vagyunk itt Siófokon a Balatonpart közelében. Mit kell tudni egy ilyen lakásról? 68 négyzetméter alapterületű, hozzá 21 négyzetméternyi terasszal. Az ingatlan 808 000 forint per négyzetméter áron kerül értékesítésre, ez durván 55 millió forintot jelent. A bútorok nincsenek benne az ingatlan árában, tehát hogyha valaki egy ilyen lakást szeretne vásárolni, akkor kell, hogy legyen 55 millió forintja, illetve még néhány millió arra, hogy be is rendezze kényelmesen. Ha saját parkolót is szeretnénk lakásunk mellé, az újabb 1,5 millió forintos költséget jelent. A szakértők szerint a balatoni ingatlanok és a kereslet növekedése a turizmus fellendülésével is magyarázható. Nyilván ez a turisztikai adatokkal is összefüggésben van, mert ugye tavaly évben is Siófok meghaladta az 1 millió vendégészaka számot, vagy hát látogató számot. Ez az idei évben sem fog változni, sőt talán növekedni is fog. Úgyhogy a turisztikai kereslet jellemzően generálja az ingatlanpiaci keresletnek a növekedését is ilyen szempontból. A szakemberek azt tanácsolják, hogy ha valaki balatoni nyaraló vásárlásában gondolkodik, minél előbb szánja rá magát, hiszen ha ilyen ütemű marad a kereslet, egy-két éven belül akár 20%-kal drágában lehet majd ingatlanhoz jutni a Balaton partján. Rendkívüli módon elszaporodtak, és bár nem veszélyesek, hordozhatnak magukban vírusokat, betegségeket, mondja a szakértő a koreai szúnyogokról. Kemenesi Gábor elmondta, ez az inváziós faj 2016-ban jelent meg először Magyarországon, mostanra ezekből a vérszívókból lehet a legtöbbet találni Pécsett és környékén. A kutató kiemelte, mivel ezek a szúnyogok a ház körüli vízgyűjtőhelyeknél élnek, a lakossági védekezés kiemelt szerephez jut. Frissen befogott szúnyoglárvák és bábok úszkálnak a vízben. Ez a faj a koreai szúnyog, mely 2016-ban jelent meg először Magyarországon. Azóta folyamatos mintavételeket és vizsgálatokat végeznek a szakemberek megfigyelés céljából. Az elmúlt 3 év során átfogó képet alkottak a pécsi csípőszúnyogok helyzetéről, változásairól. Ezen idő alatt domináns szerephez jutott az új faj, az év bizonyos szakában ugyanis a koreai vérszívóból találhatunk a legtöbbet a városban. A lényeg, és itt jön a lakosság szerep a képbe, ugyanis ez a szúnyogfaj rendkívül kötődik a ház körüli tenyészhelyekhez elképesztő mértékben, tehát egy kint hagyott homokozó vödörből is lehet gyűjteni több száz lárvát, és sorolhatnám, tehát bármilyen víztartó edény, ahol megáll az esővíz, és szúnyoglárvákat tapasztalunk benne, az egyszerűen borítsuk ki, és ne hagyjunk teret ezeknek a szúnyogoknak. Nagy nehézséget jelent, hogy a hagyományos kezelésekkel nem tudnak minden házban megfelelően védekezni, ezért van szükség a lakossági intézkedésekre. Például ne hagyjunk szabad vízfelületet, vagy a víztározó edényeket takarjuk le szúnyoghálóval. Egyáltalán nem különleges faj, annyiban különleges esetleg a hazai fajokhoz képest, hogy rendkívül módon az ember közeli élőhelyekhez kötődik, ott telelát, ott szaporodik, és emiatt nagyon kulcs szerephez jutnak a lakók maguk. Bár a vizsgálatok eddig nem mutatták ki azt, hogy veszélyt jelentene az emberekre, hordozhat és terjeszthet is vírusokat, betegségeket ez a szúnyogfaj, figyelmeztet Kemenesi Gábor.
Végül nézzük, miről szólt a híradó. Első hely, Tolna megyében szabta ki a legtöbb bírságot a Nébik tűzifa visszaélések miatt. Ítélet, börtönbe mehet a különös rabló. Játékfüggőség hivatalosan is mentális betegség lett. Hal és vadünnep, 34 esemény, 3 színpad, 20 koncert és 65 vásáros. Pénteken már jelentősen javul, melegszik és naposra fordul időjárásunk, csak elvétve alakulhatnak ki záporok, esetleg zivatar sem kizárt. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, viszontlátásra!